Egészen különleges koncerten vagyunk most túl. Ha jól tudom, akkor Sarudon még ilyen nem volt, szabadtéri vízi koncert. Hogyan érezték magukat az előadás folyamán? Volt-e már ehhez hasonló rendezvény? Elég sok helyszínen és különböző körülmények között játszottunk már a zenekarunkkal, de bevallom őszintén, hogy ilyen különleges élményben nem nagyon volt részünk. Amikor Círják Zoltán barátom és kollégám hát meghívására egy terepszemlét tartottunk, először itt a Parti kis színpadot néztük meg, de az kicsinek bizonyult, és utána jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha leereszkednénk egész a víz színére, és azon a nagyszerű stégen játszhatnánk. Egyfajta ilyen vízi zene. Bevallom őszintén, hogy volt ennek egy előképe, amivel én már találkoztam. Amsterdamban rendeznek hasonlót, ugye csatornák hálózzák be ezt a várost, és ott évente rendeznek olyan koncertet, hogy a közönség csónakokkal, motorcsónakokkal hát jelenik meg, és hallgatja, és ezáltal egy nagyon különleges élmény alakulhat ki. Korábban voltak már itt a Tisza-tó környékén, vagy Sarudon? Így együtt szervezettem, mint zenekar, nem. Azt hiszem, hogy sokan az együttesből lévén, hogy Debrecen a székhelyünk, tehát nincs tőlünk távol. Bizonyára ismerik, tudom, hogy van, aki futóként, van, aki kerékpárosként, vagy van, aki egyszerűen csak a családjával nyaralt erre. Van olyan kollégám, aki itt megszállottan horgászik és csónakozik, tehát van erről élmény. És jó látni, meg tapasztalni, hogy most már a kultúra is felzárkózik. És ugye még egy sajátos helyzet van, hogy most egy ilyen, reméljük, hogy Covid utáni helyzetben egy kicsit már szabadabbnak kezdjük érezni magunkat. Reméljük, hogy ez folytatódik, ez a tendencia. Mik a jövőbeni terveik, hol fognak fellépni? Most úgy nehéz tervezni, hiszen, ahogy említettem, most kapunk új életre. Van még egy ilyen ígéretünk, egy szintén Debrecen közeli bihari településre, Konyárra volt egy ilyen korábbi elígérkezésünk, amit szintén a járvány akadályozott meg, és ott fogunk fellépni, és aztán ősszel pedig a Debrecen Egyetem Zeneművészeti Kara énektanszakának közreműködésével egy Mozart kis operának a bemutatóján fogunk majd munkálkodni. Ez is egy különleges produkciónak ígérkezik. Milyen zeneműveket hallhattak itt a nézők? Én azt gondolom, hogy először is az, hogy értékes műveket hallhattak. Ezek között persze voltak elrejtve picit komolyabb művek is, és voltak olyanok, amelyek populárisabbak. Ilyen megfontolásból szerepelt például Haydn is, Kodály Zoltán is, de volt egy kortárs szerző Kocsár Miklós, mellette pedig népszerű Johann Strauss művek, Kéler Béla darabjai, és volt egy énekes szólistánk is, aki ugye a helyhez illően az O Sole Mio című híres nápolyi dalt énekelt el. Igyekeztük egy kicsit ezt ide hangolni. Milyen visszajelzéseket kaptak a nézőktől, és a kollégák hogyan értékelték a koncertet? Hát a nézők a szokatlan helyszín és szokatlan körülmények ellen, és úgy érzem, hogy melegen fogadták, én a tekintetekből és ezt láttam, és a muzsikus barátaimon is azt tapasztaltam, hogy a nagy forróság ellenére, meg ugye a várakozása ellenére, és jól érezték magukat, és egy jó, kellemes hangulatban zárul. Mindig lényeges az, hogy az ember milyen közérzettel áll fel egy koncert után, és most azt hiszem, hogy ez pozitívnak nevezhető. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok. Szépen köszönöm a magam és a zenekar nevében is.